Köszönjük a Vodafone Podcast Pioneers támogatását, amely segít nekünk abban, hogy a Glossa Podcast minél több emberrel ismertethesse meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban folyó munkát, közérthetően mutathassa be a bölcsészettudományok szerepét és jelentőségét a minket körülvevő világ megismerésében. Fontos szerintem rögzíteni azt, hogy van egy indokolt medikalizáció sok olyan esetben, amikor ez bizonyítottan, tehát empirikusan, igazolhatóan képes megelőzni, vagy éppen megszüntetni olyan nem kívánatos eseményeket, mondjuk a terhesség vonatkozásában, ami anyai vagy magzati betegségeket akár éppen mondjuk a halált okozza. Egyre kevesebb gyermekünk van, és ezeknek egyre tökéletesebb változatát óhajtjuk hazavinni. Tehát 100%-ra törekszünk, mindenki legyen szép, épp, egészséges, értelmes és kerekded. Ilyen nincs, tehát ez egyszerűen biológiai rendszerekben nincs. Viszont ezt az illúziót hajtjuk. Köszöntjük a Glossa hallgatóit! Bizonyos, hogy az élet egyik legfontosabb és legmeghatározóbb eseménye a szülés. Arról azonban már kevés szó esik a hétköznapokban, hogy pontosan mi is történik a nőkkel szülés közben. A szülés kérdéseit övező tabu megjelenése ahhoz a folyamathoz is köthető, hogy a szülés családi eseményből orvosi esemény lett. Olyannyira, hogy a szülőnők szinte láthatatlanná váltak a szülészeti ellátásban. A mai epizódban a szülés intézményesüléséről, a medikalizált és humanizált szülésről, valamint az életkezdet etikai kérdéseiről lesz szó. Vendégeink Varga Katalin pszichológus, az ELTE PPK Pszichológiai Intézet professzora, az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszékének vezetője és a perinatális szaktanácsadó képzés alapítója. Másik vendégünk Tari Gergely, bioetikus, a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézetének oktatója és az MTA Lendület Értékek és Tudománykutatócsoport munkatársa. Így a bevezetés után sok minden szóba került, szülés medikalizációja, humanizációja. Én azt szeretném kérdezni, hogy ez egy viszonylag számomra főként ismeretlen tudományterület, hogy elmesélnétek-e nekünk, hogy hogyan kerültetek kapcsolatba ezzel a szakterülettel, milyen irányokkal kezdtetek el foglalkozni, és hogy egyáltalán mit tudhatunk erről az egész kérdéskörről. Kezdhetjük a fogalommal egy picit, hogy járjuk azt egy picit körbe, hogy a medikalizáció fogalmát milyen tudományágak foglalkoznak ezzel, gondolom többféle megközelítése van ennek a fogalomnak, és akkor innen talán eljutunk ahhoz is, hogy ti hogy kezdtetek ezzel foglalkozni. Én rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy perinatális tudományokról beszélünk, tehát a születés körüli tudományokról, és többes számot nem véletlen hangsúlyozom, mert ez is azt hivatott kifejezni, hogy messze gazdagabb beágyazottságának kéne lennie ennek a témakörnek, mint az, ami a legtöbb iparosodott országban van, hogy ez egy egészségügyi, vagy ha tetszik, medikalizált esemény per egyáltalán. És hát így nyilván a másik része is fontos, hogy a perinatális az mit is jelent, tehát a születés körüliséget honnan kezdjük és meddig húzzuk el. Ez ügyben most már minden pironkodás nélkül generációkról beszélünk. Tehát az, hogy valaki ma hogy szül, az nagyon erősen összefügg azzal, hogy ő maga hogy született, de akár azzal, hogy az ő édesanyja, édesapja, stb. Hogy született. Tehát generációkat lehet visszamenni, és hát ilyen formán előre irányba is. Tehát a mai történések sajnos, vagy hál' Istennek, most éppen a sajnos korszakot éljük szerintem, eléggé messze hatóan tudnak arra befolyást gyakorolni, hogy milyen irányok várhatók, vagy milyen hát fejlődés várható, csak furcsa is most ezt a szót kimondanom, mert ahogy most állunk, az eléggé gyászos képet fest arról, hogy merre tart ez a történet. Na most ezen belül is még érdekes lehet az, hogy ha már orvosi vagy egészségügyi közegben zajlik a szülés, azon belül is különböző modellek lehetségesek, és azon belül az egyik modell, ez a bizonyos medikalizált modell, vagy néha technokrata, vagy technológiai szülésmodellnek is lehet hívni, mert ez szintén szerintem sajnos majdnem ugyanaz, ami körülbelül úgy foglalható össze, hogy az egész folyamatot a baj és a probléma keresés övezi, úgy
képzelik el, vagy az a felfogás, hogy az egész folyamat nem történhet meg magától zavartalanul, hanem valami akadályozottság, nehézség és egészen katasztrofális kimenet az valószínűsíthető. Ezt minél korábban külön kell csípni és ellenlépéseket tenni. És hát ez akkor gond, hogyha ez dominálja a folyamatokat, a szűrővizsgálatok hegyeitől kezdve a konkrétan már szülőnőnél folytatott ilyen-olyan beavatkozásokon át, ez egészen más irányt vesz, mint az, ami egy normális szülés esetén várható. Itt sokszor hozhatunk mindenféle analógiákat, mondjuk a bemelegítés kedvéért most csak hozzuk az étkezést, azt is lehet medikalizálni, tehát szondán át etetni valakit, és így tovább, és azt ellenőrizni, hogy ott minden rendben megy-e, és néha elfelejtjük, hogy tudnánk enni úgy magunktól is, és hogy ez szokott működni az esetek messze túlnyomó többségében rendesen. Most ha az lenne az étkezésnél, ahol most a szülészet tart, az úgy nézne ki, hogy minden étkezésünket kórházi vagy intézményes környezetben gépekkel felügyelve, szakemberek, ha van éppen vigyázó szeme mellett, igyekeznénk lebonyolítani, és hogyha bármi fennakadás van. Na most ezt nem ragozom tovább, mert világos az, hogy mennyire elviszi attól a folyamat hangulatát, jellegét, ami az eredeti lenne. Ez ugyanúgy igaz erre az étkezés példára is, mint a szülésre is. A fogalommagyarázat hátterében ott van a medikalizációnak az eredet történetében Peter Conrad, aki az elsőként írta le társadalmi igényességgel azt, hogy mit is takar ez úgy önmagában véve, és nagyon érdekes, amikor mondjuk orvostanhallgatókkal beszélgettünk, ezt a fogalmat, hogy medikalizáció egy abszolút pozitív terminusként közelítik meg, hiszen ugye nekünk is, és hát nagyjából mondjuk egy közel-távol 50-100 évre visszatekintve az, hogy valami orvosi hatókörbe vonódik, az egy biztonságossági érzetet sugal, az a tudományosságot sugalja, tehát mindenképpen valami olyat, ami felé könnyen átadjuk a kontrollt, és vannak olyan területek, ahol ez teljes mértékig igaz, tehát a medikalizációnak érdemes elkülöníteni egy szükséges és arányos vonulatát, viszont ebben a diskurzusban is, és még sok más tekintetben, de úgy a reproduktív medicina egészében ez egy alapvetően negatív terminus, egy határátlépés. Tehát fontos szerintem rögzíteni azt, hogy van egy indokolt medikalizáció sok olyan esetben, amikor ez bizonyítottan, tehát empirikusan, igazolhatóan képes megelőzni, vagy éppen megszüntetni olyan nem kívánatos eseményeket, mondjuk a terhesség vonatkozásában, ami anyai vagy magzati betegségeket akár éppen mondjuk a halált okozza. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az eseteknek mondjuk a 85%-ában, ahogy Kata is fogalmazott, ez egy természetes eseménysorozat, a várandóság nem betegség, ez egy fiziológiás állapot. És nagyon érdekes azt látni, hogy az orvostudomány más szegmenseiben, ha 85%-os eséllyel van egy pozitív kimeneteli eshetőség, abba belekapaszkodunk, az egy tulajdonképpen hurrá optimisztikus forgatókönyv. Itt viszont ez a 15%, amely azokat az eseteket jelenti, ahol elkerülhetetlen a szakszerű és azonnali segítségnyújtás az anyai és magzati mortalitások csökkentése érdekében, ott azt felnagyítjuk, és ezáltal egy komplett ellátó rendszer medikalizálódik, és olyan esetekben is technologizáljuk akár a várandóság diagnosztikai részét, akár a szülés vajudás egészét, amikor erre nem lenne szükség. És biztosan fogunk majd beszélni arról, hogy akár egy beavatkozás predesztinálhat sok másikat, és dominó hatással egy egyébként teljesen természetes várandósági folyamat torkolhat akár sürgősségi császármetszésbe, elkerülhető sürgősségi császármetszésbe. Tehát itt mindenképpen szerintem Peter Conradhoz kell visszanyúlnunk, aki azt mondta ki, hogy a medikalizáció alapvetően az orvostudománynak az a határátlépése, ahol nem szükségszerűen orvosi nyelvezetet alkalmazunk, nem szükségszerűen orvosi eszközökkel kontrollálunk társadalmi kihívásokat. Csak az, hogy mit tekintünk társadalmi kihívásnak, mit tekintünk mondjuk devianciának, tehát ez sem egy magától értetődő, a természetben úgy à la nature felfedezhető állapotok, hanem ezekben szerintem nagyon fontos
tudatosítani magunkban, hogy egy normatív viszonyulásunk van önmagunk és a természet irányába is. Tehát, hogy végsősorban mit medikalizálunk, abban az a gesztus, amit mi alkalmazunk, az mindenképpen egy tulajdonképpen konszenzuális aktus. Ez a dominó effektus, tehát a egyik beavatkozás hozza a másikat, ez sajnos nagyon sokszor abba torkollik, hogy hát vagy tényleg úgy van, vagy azt az illúziót közvetíti, hogy lám-lám, mekkora baj lett volna, hogyha ezzel az egész arzenállal nem támogatjuk ezt a folyamatot. Tehát tényleg nagyon nehéz egy tisztességesen medikalizált környezetben egyáltalán látni, vagy tanulja lenni, most a szakemberek szemszögéből mondom, a természetes szülésnek vagy születésnek. Tehát újra termeli magát ez a probléma, vagy ez a megközelítés, és nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy aki ennek a technologizált folyamatnak a híve, az soha életében, de ezt szó szerint értsük, soha életében nem látott természetes szülést. Megint hadd nyúljak vissza ahhoz, a bénácska analógiámhoz, hogyha valaki örökké csak szondán táplált embereket lát, és az egyszer nem hiszi el, fel sem merül benne, hogy arra van egy természetes mechanizmusunk is, hogy étkezünk, és akkor még szándékosan nem hoztam elő, ugyanezt a szexualitással is el lehetne játszani, hogy pláne a reproduktív folyamatoknál, most már sajnos ott is egyre általánosabb az, hogy egy művi beavatkozás történik, egy olyan helyzetben, vagy olyan esetre, vagy folyamatra, aminek azért jól ismert, és látványosan más hangulatú a természetes változata. És ha így gondoljuk ezt meg, akkor végképp kétségbeejtő, hogy mennyire elmegyünk egymás mellett. Még azt is megengedve, hogy az a szakember, aki ebben a szemléletben képződött, a klinikai gyakorlatát folyamatosan ebben a vészhelyzetek megmentésében tölti, jó szándékkal, vagy jó hiszeműen hozza fel azokat a eszközeit, meg mindenféle beavatkozásait, amivel ő igyekszik megmenteni az anyát is, meg a babát is. Hát nyilván azért trükkös a dolog, ahogy Gergő is említette, mert van valóban néhány olyan eset, amikor az a bizonyos halszálka keresztbe áll az ember torkába, és akkor azt gyorsan föl kell ismerni, és gyorsan kell segíteni, és innentől aztán végképp egy filozófiai, vagy társadalmi is vitatható kérdéshez jutunk, hogy mennyit engedünk meg abból, hogy ezek a folyamatok esetleg katasztrófával végződjenek, és ebben is ismertek nagyon szélsőséges álláspontok, tehát akik, mint bármely más biológiai rendszerben, itt is elfogadják azt, hogy van negatív kimenete, van kockázat, és hogy ezt tudva, ezt belátva azt mondom, hogy akkor is szeretném a dolog természetes folyamatát megélni, mint ahogy az étkezésnél, meg a szexualitásnál is, azért legtöbben arra szavazunk. Ha jól értem, akkor egy alapvetően először pozitív irányú folyamatból jutottunk el egy olyan korszakba, ami a sajnos korszak, ezt mondta most a Kata. Ennek az oka mi lehet? Lehet egyfajta defenzíva, mondjuk az orvosok, vagy egyáltalán a kórházak részéről, az egészségügy részéről megpróbálják megvédeni magukat azoktól a kritikáktól, ami esetleg egy olyan helyzetben érheti őket, amikor nem minden természetes úton zajlik, vagy nem pozitíva kimenetele az egésznek, vagy edukációs problémáról van szó, amit a Kata is említett, hogy nem láttak még ilyet, nem tudják elképzelni igazából, hogy történhet másképpen is, vagy egy társadalmi nyomásról van szó, hogy elvárjuk, hogy megmentsenek bennünket, és mondjuk az élet kezdetnél minden tökéletesen sikerüljön, hiszen a legfontosabb egy család, egy ember életében esetleg az utód létrehozása. Mi lehet ennek az oka, hogy ilyen negatív vált ez a fogalom? Defenzivitás az mindenképpen. Egy konferencián hallottam, hogy az egyik betegúj képviselő fogalmazott úgy, ami nem tudom, hogy megállja a helyét, mert nagyjából egy 10 éves anekdotáról van szó, hogy azért még senki nem kezdeményezett kártérítési vagy kompenzációs pert, betegjogi pert, mert megoperálták, császármetszést hajtottak rajta vége. Viszont a legtöbb esetben ugye pont ennek a hiányából fakadólag történnek betegjogi perek. Úgy tudom, hogy talán egy-két kivétel már Magyarországon is van. Ebben egyébként szerintem egy nagyon erős kulturális különbség van mondjuk Magyarországot összehasonlítva egyes nyugat-európai országokkal, mint mondjuk Hollandiával, vagy
akár a skandináv régiónak, mondjuk Finnország vagy Svédországgal, de tény az, hogy ez az alarmírozó szemlélet, ami mondjuk az orvosképzésben is megjelenik, ez ugyanúgy leképeződik a társadalmunkban is, tehát itt a felelős szülőségnek a kérdése az nagyon erősen a technológiába vetett hittel, egy ilyen technooptimista attitűddel függ össze. Tehát egészen kicsikorunktól kezdve arra szocializálódunk, hogy a materiális dolgokban higgyünk, az egészség helyreállításának a hite az sokkal inkább megvan mondjuk egy tablettában, mint mondjuk a pszichoterápiában, tehát nem csak a szülészetben látjuk ezt a fajta átalakulást, hogy az emberek abban hisznek, amit az orvos kontrollál, és nem pedig mondjuk aktív ágensként ők ebben a gyógyító folyamban részt vesznek. Ez szerintem itt a szülészetben is tetten érhető. Tehát ebben a társadalomban, amiben mi mondjuk Magyarországon itt 2024-ben élünk, szerintem nagyon jogos felvetni azt a kérdést, hogy egy várandós nő mennyire hagyatkozhat önmagára, mint aktív ágensre a várandóság a kezdetétől egészen mondjuk a gyermekágyas időszakig beleért olyan kérdéseket is, itt tényleg kitágítva ezt a spektrumot, hogy mondjuk az anyatejes táplálást hogyan szeretné a gyermekének mondjuk a szülés utáni elhelyezését a intézményen, mondjuk egy kórházi környezetben, otthon akar-e szülni, vagy éppen intézményben, mikorra időzítik a következő testvér érkezését, tehát ezek láncolatszerűen összefüggenek, és amiben szerintem nagyon sokat kell legalábbis itthon dolgoznunk, az ennek a hitnek a helyreállítása, ami nem is csak egy hiedelemrendszer és mondjuk spirituális, hanem nagyon is egyébként empirikusan igazolható. Ezért is furcsa az, hogy az evidence-based medicinának, a bizonyítékon alapuló orvoslásnak nem része még ez a sok felismerés, akár amit itt az előbb hallottunk, vagy gondolom, hogy fogunk akár az oxitocinnak a szerepéről beszélni. Mégis, tehát megmarad ez egyfajta ilyen obskurus alternatív irányzatként, holott egyébként ez csak nagyon a látszat. Mindezek mellett azt gondolom, hogy fontos egy kicsit így történetiségében is látni ezt a folyamatot. Ugye, hát mondjuk az én nagyanyám, sőt, anyám idejében is még inkább otthon zajlottak a szülések, az volt a normális, az adott körzet, bábája kísérte ezeket, és hogyha valami elakadás volt, akkor indított el egy olyan folyamatot, hogy a szülőasszony bekerüljön valamilyen intézménybe. És hát az az akkori viszonyoknak megfelelően hosszú órákat vett igénybe. Most ezt nem részletezem, egyáltalán értesíteni valakit, aki beviszi, oda bejutni, tattarattatam. Tehát az egészségügy üzemszerűen akkor találkozott a szüléssel, amikor már tényleg nagyon nagy baj volt, és tényleg olyan helyzeteket kellett megoldani, ami már gyakorlatilag a veszett fejsze kategória. És ezért akkor érthető volt az, mondjuk, hogy egy gátmetszéssel indult gyakorlatilag minden szülés. De ma már nem ez a helyzet, és mégis bent ragadt ez a reflex, és az először szülőnők messze túlnyomó többsége a legtöbb intézményben rutinszerűen kénytelen gátmetszésben részesülni, ha csak nem él azzal az autonóm pozíciójával, hogy elven ebben neki bele kéne egyeznie. De hát ez ugye egy, talán erről majd később megemlékezhetünk, hogy mennyire esélyes gyakorolni ezt a fajta pozíciót egy más szemléletű közegben. Tehát van egy ilyen történeti gyökere is ennek szerintem, amiből elég jól érthető az, hogy úgy maradt az egészségügyi szemlélet, mint ami annak volt megfelelő, amikor valóban nehéz és kockázatos helyzetekkel találkoztak csak. A másik szerintem nagyon fontos tényező inkább a, mondjuk így a társadalom részéről jön, nem mintha az egészségügy nem lenne annak része, de hogy a szolgáltatást igénybe vevők részéről, nevezetesen, hogy egyre kevesebb gyermekünk van, és ezeknek egyre tökéletesebb változatát óhajtjuk hazavinni. Tehát 100%-ra törekszünk, mindenki legyen szép, ép, egészséges, értelmes és kerekded. Ilyen nincs. Tehát ez egyszerűen biológiai rendszerekben nincs. Viszont ezt az illúziót hajtjuk, mi családok, vagy párok, vagy nem szeretem a gyermekvállalás szót, mert az önmagában is valami olyan csuga, hogy valami borzalmat kéne vállalni, de hogy akik gyereket szeretnének, és hát ezt az igényt kiszolgálja egy rakat olyan előzetes vizsgálat, szűrés, még több szűrés, még árnyaltabb genetikai szűrés, és én nem tudom, hogy mi,
ami megint csak már előre elviszi a természetességtől ezt az egész folyamatot, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem esélyes az a 100%, amit szeretnénk. És akkor itt visszatérhetünk ahhoz a gondolathoz, hogyha egy olyan modellben gondolkodunk, ami megint csak nem volt olyan túl régen, hogy egy asszonynak volt élete során, mit tudom, 8-10-15 terhessége, abból elvesztett ennyit-annyit, megszült amannyit, a megszületett gyerekek közül elvesztett még megint néhányat, ez volt a természetes, vagy a nem tudom én, a megszokott. És így is volt, vagy maradt néhány olyan egészséges és felnövő gyereke, amit mi csak ezt szeretnénk most. Tehát azt a 2-3, de ennél többet nem nagyon manapság, ami a hagyományos rendszerben is volt. Most én nem szeretném ezt sorba állítani, hogy melyik a jobb, vagy melyik a kevésbé jó, csak rámutatni arra, hogy pár évtizeddel korábban ez még, hogy mondjam, teljesen bevett volt, megint csak az én nagyanyáim idejében. Ezek voltak a normák, hogy volt 7 testvére, abból 3 túlélt, abból, és így tovább. És az egésznek igen van a képzés szempontjából egy nagyon komoly hiánya, szerintem ezt én egyre kevésbé értem, hogy azt, amit abszolút lehet tudni, és a legkülönbözőbb irányokból, nemzetközi ajánlásokból, számszerűen, empirikusan, és így tovább, lehet tudni, most csak a legegyszerűbbet nézzük, hogy mondjuk a hátonfekvés, a kötelező hátonfekvés szülés közben, az mennyire hátrányos, hogy miért nem mozdítunk ezen, tehát hogy miért nem vonul be ez a képzésbe, ez nekem teljesen elképzelhetetlen. Mondjuk bármelyik más szakterületet nézzük, elképzelhetetlennek tartom, hogy évtizedekkel ezelőtti állapotok maradnak fent, mert így szoktuk alapján. Ráadásul az én tiszteletteljes véleményem szerint elmaradott egyetemi képzés mellé, vagy azt még tovább rontja azt, hogy a helyi intézményekben elképesztő erős hierarchia van, és elképesztő erős így szoktuk van, tehát mozdítani azon a rutinon, ami x évtizede ott van, nagyon-nagyon nehéz, még akkor is, hogyha esetleg bekerül egy-két fiatalabb, nyitott szemlélet. Ugye manapság már nem akkora attrakció elérni a szakirodalmat, bárki elolvashatja, bárki elgondolkodhat rajta, bárki elolvashatja, hogy X országban mondjuk az oxitocin, vagy mondjuk az EDA, stb. Alkalmazásával kapcsolatban, látják, hogy ez helytelen, kivezetik, kész, ennyi, egyik napról a másikra. És tényleg arra nagyon szűk rétegre használják csak, amikor ez elengedhetetlen, de a rutinszerű alkalmazást kivezeti. Most ha ott lehet, akkor nálunk vajon miért nem lehet? Tehát ezek a nagyon furcsa kérdések, és a szűkebben vett edukáció tágítani kell egy kicsit, mert itt akkor a továbbképzések, meg a fejlődni az adott szakterület újabb és újabb eredményeivel, ez is hiányzik, tehát nem csak az alapképzés. Erre rácsatolva a képzéssel kapcsolatban, vagy hogy miért nem lehet, én az egyik akadályt abban látom, mint rendszer szintű akadályt, hogy hiába van a bioetikának az az autonómia-centrikus paradigmája, ami a terápiás önrendelkezés nagyon-nagyon széles körűen támogatja, nagyjából egy 50-60 éve van ez az angol szász rutin, de ez Magyarországra azért sokkal lassabban tud átszövődni. Tehát, ha megnézzük, hogy például az a betegjogi kultúra, ami most az egészségügyi törvényünkben van, az 1997-es egészségügyi törvényből származik, és hiába volt jelen mondjuk olyan kolléga, aki olvasta az angol szász irodalmat, tudta, hogy mi az, hogy önrendelkezés, mi az, hogy élő végrendelet, tehát ennek a kultúráját megismerhette, azért ez rendszer szintjén mondjuk inkább a 2000-es évek elején szövődött át az oktatásba, a graduális, posztgraduális képzésbe. A posztgraduálisban még mai napig egyébként nincsen olyan mértékben jelen. A graduálisban is egyébként hát elenyésző mondjuk azoknak a kötelező óráknak a száma vagy kreditértéke, amiben megjelenik ez a fajta betegjogi vagy autonómia-centrikus etikai szemlélet, úgyhogy ezen is szerintem nagyon sokat kell dolgoznunk. De summa summarum, hogyha megnézzük, hogy azoknak az orvos kollégáknak a diplomaszerzési ideje mikorra esik, amikor elkezdtek dolgozni, tehát nagy részüknek lehetősége sem volt megismerni szervezet, struktúrált keretek között azt,
hogy mi az előnye például az autonómiának, mit jelent az, hogy közös döntéshozatali modell, hanem beleszocializálódtak abba a paternalisztikus kultúrába, amiben a betegnek egy ilyen passzív pozíciója, egy ilyen hallgatólagos beleegyezését feltételeztük, hogyha egészségügyi ellátást vesz igénybe, akkor átadja a kontrollt az orvosnak a kezébe. És én úgy gondolom, hogy ennek a kivezetése, ez nyilvánvalóan zajlik, ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat lesz. Azért a friss szakorvosok, vagy mondjuk a rezidensek kultúrájában nagy az igény, és egyébként elképesztő mértékű morális terhet jelent nekik az, hogy betagozódnak egy ilyen kognitív diszonancia közepette egy olyan főnök alá, aki azt várja el, amiről tudják, hogy ez helytelen. De ezt a feszültséget, lássuk be, egy pályakezdő, már csak az érdekérvényesítési képességének a hiány sem képes nagyon könnyen megugrani. Úgyhogy ez a kiszolgáltatottság, én úgy látom, hogy nem csak egy társadalmi kiszolgáltatottság, hanem az egészségügyi rendszerben is megvan ez a bipolaritás. Vannak erre vonatkozóan felmérések, kutatások, hogy mondjuk az orvostársadalom struktúrája ilyen szempontból milyen? Mennyien vannak, akik a korábbi, vagy egy talán elavultnak mondható szemléletben szocializálódtak, és mennyien vannak, akik kicsit előremutatóbb irányokat képviselnek? Nyilván ez az életkorból is adódik. Vagy hogy milyen feszültségek vannak az orvostársadalomban emiatt, ezekről vannak valami fajta felméréseink? Én számszerű adatról nem tudok, lehet, hogy van, de hát mondjuk, ha így a korfára ránézünk, vagy akár csak körülnézünk ezekben az intézményekben, nagyon lesújtó a kép, és ezek amikor ő a diplomát szerezte, az kemény évtizedekkel ezelőtt volt a legtöbb, pláne vezetőbeosztású kolléga esetében. Amit még ide tennék, hogy sajnos ez a morális distressz, amiről beszélünk, hogy ha már valahonnan egy más szemléletű, vagy egy modernebb megközelítésű kolléga érkezne a rendszerbe, akkor vagy bedarálódik, hogy ezt a szakkifejezést használjam, vagy nagyon sokszor egész egyszerűen nem bírja, és elhagyja a területet. Rengetegen vannak ilyenek, legalábbis a szülésznői vonalon nagyon sokan, hogy nem tud saját szemléletével szembe menni, és ezt üzemszerűen gyakorolni. Mellesleg ez az ő hatótényezőit végképp negligálja. Tehát pont az emberi odafordulás, a társas támogatás, a meghallgatás, a bizalom, a finom érintés. Tehát ezek olyan eszközök, amivel kitűnően él a legtöbb szülésznő, ott a benne néhány szülészorvos is, de azért ők a fehér holló kategória. Egész más megoldási módjai és stresszkezelési technikái vannak a klasszikus orvos képzettségűeknek. Tehát a helyzet szerintem ettől még jobban romlik, hogy kimorzsolódnak azok, akik esetleg tudnának változtatni, ha kitartanának odáig, hogy már meghatározó vagy vezetőbb pozícióba kerüljenek a rendszeren belül. Látjuk, hogy ők mit csinálnak, elmennek külföldre, vagy elmennek dúlának, elmennek bábának. Ez mind van az én rálátásom szerint. Tehát például a mi perinatális szaktanácsadó szakunkon elég sok olyan kollégával találkozunk, akik ezeket az utakat járják be, ami mondhatjuk, hogy nem baj, de szerintem óriási baj. Tehát kifejezetten azt szeretnénk, hogy ők valahogy maradjanak meg a szülőnő mellett. És nagyon nehéz, tehát napi szinten, de nem túlzok, napi szinten látjuk, halljuk, telefonok, ez az amaz tekintetében, különböző programjaink vannak, hogy szó szerint tartsuk bennük a lelket, hogy nem te vagy a hülye, neked kéne ezt ott képviselni, csak hát ugye könnyen okoskodom én az irodámból, azért a napi rutint azt nekik kell ilyen közegben lenyomni. Nekem nagyon sok igazán közeli barátnőm van erről a területről, utóbbi időben effektíve sírnak, mikor beszélgettünk arról, hogy mi volt a munkahelyén, tehát privát helyzetben, mint leülünk egy étterembe, megérkezik és elkezd bőgni, hogy milyen rett. Szóval ilyen szintű a probléma. Tehát nem az, hogy kicsikét rosszul érzi magát, hanem a magán életébe betüremkedik ez, és elmeséli pontról pontra, hogy mennyire tragikus irányt vett egy szülés, ami gyönyörűen működött volna, mondjuk így a bábai szemléletben.
Gergő, mit szeretné hozzá? Igen, pályaelhagyás és az erkölcsi terhek vonatkozásában nekünk éppen folyamatban van egy kérdőívcsomagnak a magyar nyelvű fordítása és validálása, és abból látszanak most már ilyen kezdeti eredmények, hogy nagyjából egyharmad azoknak az aránya, akik valamilyen morális okra visszavezethetőleg gondolkoznak azon, hogy komplett pályát hagynak el. És azok, akik egyébként munkahelyet változtattak azért, mert valami fajta morális distresszt éltek át, azoknak az aránya mintánkon per pillanat olyan 25%. Ők nem forogtak ki az egészségügyi ellátórendszerből, de valamilyen új helyet kerestek maguknak. És itt ez fontos hangsúlyozni, nyilván itt nem csak dúlákról, bábákról, szülésznőkről, szülészorvosokról van szó. Ez egy ömlesztett minta, tehát ugyanúgy benne van mondjuk a gyermekorvos is, meg a traumatológus is, ápolók és orvosok egyaránt, de hogy mindenképpen ez egy olyan terület, amivel foglalkozni kell. És a paradoxitása ennek az, hogy akik ebből kiforognak, azoknak van egy belső morális iránytűjük, ami általában helyes. Még azt is mondanám, hogy van egy magas rezilienciájuk, egyfajta megküzdő képességük, egy ideig erősen ez kitart, de aztán feladják. Úgyhogy most azt vizsgáljuk per pillanat, hogy hogyan korrelálhat az ő közérzetük a kiégéssel, az erkölcsi ellenálló képességükkel, mit tekintenek mondjuk morális distressz forrásként itt a hazai ellátásban. Ha kérdőív elkészül, és tudjuk használni, akkor specifikusan szeretnénk fölvenni konkrétan a szülészeti ellátás tímjének minden tagjával. És az egészségügyi dolgozók mellett én most egy kicsit a másik oldalt is megnézném, amit már valamennyire érintettetek, hiszen Gergőt említetted a kiszolgáltatottságot, Kata, te pedig már a fizikai oldalát is kiemelted. Viszont ez lenne a kérdésem, hogy mi történik akkor ezekkel a nőkkel az intézményesülésnek, meg a medikalizációnak a tekintetében, hogy magával akár a női testtel, vagy a gyermekre váró anyákkal mennyire veti esetleg vissza a kedvet. Ti hogy látjátok társadalmi szinten az, hogy ilyenné vált a szülészeti ellátás, hogy ez akár visszavezethetjük-e ide is, hogy kevesebb gyermeket vállalnak, vagy szeretnének ma már a nők, hogy ezt hogyan látjátok? Egyrészt felvetődik sokszor, és egyre többször egyébként, hogy vajon ha mindenről, amiről most mi beszélgetünk, például nem tudnának a családok, az asszonyok, akkor vidáman megszülnének egy medikalizált környezetben, hazavinnék a gyereket, és élnék világukat. De most így akkor bezzeg megtudják, hogy mit is veszítettek. Tehát még egy egészséges gyerekkel, egészséges anya, már fizikálisan legalábbis hazatérve, is megélhet egy olyan frusztráltságot, amit, ha nem tájékozódna ilyen és hasonló műsorokból, meg egyéb olvasmányokból, akkor fel se tűnne neki adott esetben. Egyáltalán nem zárom ki, hogy ez egy valós probléma. Én megint csak azt tudom mondani, sokszor mélyen megrágva ezt a kérdést, hogy én arra jutottam, hogy az információ az pedig menjen. Vagy szóval, hogy ez az nem megoldás, hogy úgy csinálunk, mintha mindenről nem tudnánk, szerintem. Lehet ezt vitatni, de én újra és újra erre az álláspontra jutok. A családok, anyák egy része már úgy szocializálódik minden más helyzetben is, tehát ha a torka fáj, vagy a feje fáj, vagy nem tud aludni, külső segítséget kér, pirula ez az amasz formájában, és ebbe így belesímul ez a dolog, mitől lenne más, mint minden egyéb, és teljesen természetesnek veszi, kéri és kapja azt az ellátást, amit. Vannak olyanok is, akik a korábbi szülés élményeik, vagy akár csak egyéb korábbi, azt megelőző, vagy a nélküli reproduktív élményeik mentén traumatizálódnak, és mint ilyen a traumatikus elkerülő viselkedés szerint köszönik szépen még egyszer, hasonlót se szeretnének. Ez nem feltétlen tudatos, ezt lehet egyszerűen csak egy fogantatási nehézség szintjén megoldani, hogy ő még egyszer ne kerüljön olyan helyzetbe. De van, aki ezt egészen tudatosan azt mondja, hogy ő igen szeretett volna. Erre mondjuk vannak kutatási adatok, vagy felmérések, inkább így mondom, hogy mennél jobb élmény a szülés, annál nagyobb arányban vannak olyanok, akik azt mondják, hogy abban a pillanatban rögtön vállalná a következő gyereket, akkor most használják ezt a szót.
szemben azokkal, akiknek nem ilyen az élménye, és benne ragadtak egy hát minimum nehéz élménybe, de inkább traumatizáltságba. Tehát összefoglalóan nagyon vegyes a kép, hogy most éppen milyen helyzet van, illetve még azt mindenképp tegyük ide, hogy akik most vannak a reproduktív korukban, tehát 20-30 évesek, sajnos most már inkább 30-40 kellene mondani, 20 éveseknek rendszerint álmában nincs elől ez a kérdés, ami egyébként megint csak nem mindegy, mert ahogy halad előre az életkor, annál valószínűbb, hogy tényleg lesz valami akadályoztatottság, tehát ez megint csak egy társadalmi szintű kérdés, hogy a mostani reproduktív korban levő korosztály valószínűleg már maga is úgy született, vagy úgy élte meg a korai életidejét, ami a mai tudásunk szerint egyáltalán nem optimális. Tehát akkoriban a különböző beavatkozások vívmányaként csúcsra járatottak, farmakológiai fájdalomkezelés, szintetikus oxitocin, szülés után szeparáció, külön az anya, külön a baba, nagyon általános tápszeres táplálás, és így tovább. Tehát minden egyes lépésben az ideálistól vagy az optimálistól eltávolodott módon születtek ők, és megint akkor a transzgenerációs folyamatok révén miért is várjuk, hogy úgy hirtelen a megfelelő vágányra billen az ő saját reproduktív történetük. És akkor elkezdődik azzal, hogy már elég sok baba mesterséges megtermékenyítéssel fogan, és ugyanezt a itt vagyok, csináljatok velem valamit megoldást, a végletes passzivitást, tehát nem csak az autonómiától való eltekintést, hanem a teljes folyamatban egy passzív, gyakorlatilag tárgyként való részvételt veszi fel az anya vagy a nő, mondhatjuk azt, hogy mert ebbe kényszerült, vagy ebbe sorsolta őt a transzgenerációs folyamat. De egyáltalán van-e valamilyen más lehetősége, hogy ne így viselkedjen, hiszen hogyha elmegy egy várandós gondozásra, már ott eleve az orvos azt várja el, hogy passzívan vegyen részt a vizsgálati folyamatokban, még akkor is, hogyha esetleg fájdalmat él át. Szóval egyáltalán vannak-e az anyáknak olyan, vagy a szülőnőknek egy olyan jogai, persze vannak, de hogy egyáltalán lehetőségei, hogy megfogalmazza azt, hogy mit akar attól eltekintve, hogy mondjuk ezeket a transzgenerációs sémákat felismerte, és akár tudatosan úgy megy oda az orvoshoz, hogy köszönöm, én aktívan részt szeretnék venni a saját terhes gondozásomban. Hát elvben van természetesen, és ez nyilván megint szélesen beágyazott, hogy az élet bármely más területén ki tudok-e állni magamért, van-e egyáltalán véleményem, hangoztatom-e ezt a véleményt, esetleg vállalok kellemetlenségeket azért, mert olyan helyzetbe kerültem, ami nekem nem tetszik. Hát vagy tájékozott vagyok-e esetleg? Egyáltalán, igen. Átlátom-e, hogy mi történik? Most itt, akinek áthallása van, legyen. Szóval, hogy egyáltalán nem könnyű. És ha valami nem illeszkedik a várandóság és a különösképpen a szülés hangulatához, vagy elvárt hangulatához, az ez a harcosság. Tehát nem ott kellene ezt kivívni. Amikor először hallottam, ez körülbelül 20 éve volt, legyen 25, hogy a kötelező vizsgálatok nem kötelezőek, ugye a várandós gondozásban, szabályszerűen ki kellett mennem a teremből, és elgondolkodni azon, hogy akkor ezt miért vettük be. Évtized, fel sem merült, hogy nem kötelező, amit mi kötelezőnek mondunk, gondolunk, hiszünk, és aszerint működünk. Azt mondják, menjen ide anyuka, anyuka fogja a papírt, és megy. És el se gondolkodik, mitől gondolkodna el. Ott kezdődött ez, hogy hát akkor álljunk meg egy pillanatra, akkor ez hogy is van? Vagy akkor hol vagyok én ebben az egész rendszerben? Milyen lehetőségem, milyen mozgásterem van? És akkor ezzel minden felvérteződve úgy döntöttem, hogy én akkor nem megyek el minden egyes kötelező vizsgálatra az ezt követő várandóságaimban. Hát mondjuk nem kívánom senkinek azokat a jeleneteket, amiket így kaptam akkor még STK, üvöltve, de komolyan, mint egy, nem is tudom, na, szóval, hogy üvöltenek velem úgy, hogy én előre fölkészültem lélekbe, hogy ez várható, oké, kisbabámmal megbeszéltem, hogy ezen akkor most már így a pocakomban, hogy ezen akkor most így túl kell kerülnünk. Annyi felelősségérzet volt, hogy egy számomra hiteles orvos kollégával megbeszéltem, hogy mi az, ami ebből tényleg fontos, vagy mi mit hoz, mit visz. És akkor azokra elmentem, amire meggyőződésem volt, hogy az tényleg kell, de a többit azt nem.
És borzasztó rossz érzés volt, és még most is emlékszem, talán még hallatszik a hangomon is, pedig tényleg 20 évesek most már ezek a gyerekeim, hogy elképesztően igénybe vett, és ez még csak egy várandósági helyzet volt. Tehát a szülésnél mindezt végképp nagyon nehéz, és megint állítsuk ezt szembe azzal, az optimistább olvasattal, hogy a jó szándékú szakmai meggyőződéséből elrendelt intervenciókat kellene visszavernie egy anyának, és akkor még nem beszéltünk az együttszülés esetén mindezt passzívan végignéző szerencsétlen apákról, akik szerintem olyan traumatizáltak a köbön egy-egy ilyen élmény után, és nem is tudom, mi ember legyen az a párkapcsolat, aki ezt zökkenő nélkül túléli, hogy akár kimondják, akár nem, de hogy az a férfi ember, akinek ugye alapvetően az lenne a feladat, hogy megvédi az asszonyát, az ott teljesen kispályásként végignézi, hogy mi mindent művelnek a nővel, az szerintem végképp elkeserítő. Percek óta ezen jár az agyam, hogy ezt a kérdést feltegyem, hogy ugye itt a szülőnőkről beszélünk, de hogy a párokról lehet-e beszélni, és hogy a férfiaknak mi a feladatuk ezekben a helyzetekben. Én társadalmi vagy társadalmi elméleti nézőpontból szerintem megragadhatjuk úgy, hogy visszacsatolva azokhoz a dolgokhoz, amik most az előbb elhangzottak, tehát hogy mit jelent valójában itt most Magyarországon az, hogy egy várandós autonóm, mi az előfeltétele ennek? Elvárhatjuk-e azt az orvostól, hogy elfogadja egy teljesen paternalisztikus köntösben azt, hogy egy várandós, vagy bármilyen ellátott vagy beteg olyan döntés hoz, ami mondjuk nem optimális, nem a betegnek vagy az ellátottnak az orvosi érdekeit képviseli, hanem esetlegesen ezt felülírja, vagy az orvosi érdekeit veszélyezteti mondjuk egy személyes értékpreferencia alapján meghozott döntés. Lehet ez mondjuk egy diagnosztikai vizsgálatnak az elutasítása, vagy az otthon megkísérelt szülés, vagy bármi, tehát ami szabad asszociációval ide tartozhat. És én úgy érzem, hogy ez a rákfenéje a hazai ellátásnak, hogy papíron meg tudott történni egy paternalizmusból a partneri orvos-beteg kapcsolat felé való fordulat, de ez a fordulat ez nem hozta el azt, ami a gyakorlatban is szükséges lenne ehhez. Tehát egyrészt nem engedjük meg a klienseket, beleértve a betegeket és az ellátottakat is, rossz döntéseket hozni. Nem csak a szülészetben, hanem általánosságban véve. Nem csak a szülészet végletekig medikalizált, hanem az életvégi ellátás is. Tehát a természetes halál, mint olyan, az szinte a fehér holló kategória, amikor akár a betegnek, a haldoklónak az értékpreferenciái érvényesülhetnek, és életmentő, életfenntartó kezeléseket nem végletekig bürokratizáltan, nem az agresszív kezelések árán utasít el valaki. Tehát én úgy érzem, hogy van egy ilyen mindsetbeli nagyon erős hátrányunk, hogy bár papíron megvan adva az, hogy én rossz döntést hozhassak, hogy magamnak potenciálisan ártsak a rossz döntéseimből kifolyólag, úgy, hogy egyébként erről tudok, hogy mi a döntésemnek a minden egyes következménye, mert ezt még nem neveztük nevén, de tulajdonképpen ami a gyakorlatban ezt az autonómiát garantálná, az a tájékozott beleegyezésnek a doktrinája, ami nagyon sok esetben én úgy látom, hogy inkább csak egy teória, de hogy a gyakorlata ennek nincsen meg. Tehát az nem tájékozott beleegyezés, hogyha odaraknak elém egy papírt, irrealisztikusan hosszú, adott esetben irrealisztikusan orvosi terminológiával átszült, és azt nekem limitált idő alatt el kell tudnom olvasni, és mindenféle orvosi narráció nélkül, magyarázat nélkül, kérdés-válasz szekció nélkül alá kell írjam. Tehát az aláírt papír az nem meríti ki a tájékozott beleegyezés, vagy egy tájékozott kezelés elutasítását. Tehát, hogy a szülészeti ellátásban is ennek a hiánya az, ami gátolja az önrendelkezés, a szabad döntésnek a lehetőségét, és végsősoron az apákra átfűzve, hogy milyen pozícióba kerül egy édesapa egy ilyen helyzetben. Sokan, én úgy gondolom, hogy ezt a fajta ilyen harcos szerepet várják el az apától, hogy a kiszolgáltatott és egyébként az érzelmi állapotából abszolút irrealisztikusan inkompetensnek tartott párját próbálja meg támogatni. És ez a támogatás egy ilyen környezetben, ahol egyébként nem csak annak nincsen szava, aki a leginkább belülről éli át ezt az eseménysorozatot, aki a legközelebb kerül a saját érzéseihez, de nyilvánvalóan az apának is nagyon nehéz helyzete jut, ebben én is benne voltam. Legyen támogató, de közben ne legyen útba. Tehát én, ugye én, nekem ilyen élményeim is vannak. Valamikor helyzet, amikor segítsen, mert épp ugye több szülés zajlik egyszerre, és nincsen
képzett személyzet, akinek valamit uh-huh. segíteni kell az anya körül, akkor segítsen, támogasson, de ne zavarjon, szóval igen, de hogy közben persze nyilván alapvetően ugye azért a nőkről szól ez a történet, de keveset beszélünk talán, vagy kevesebbet beszélünk ezekről a helyzetekről. Én azt gondolom, és ezt arra alapozom, hogy volt szerencsém elég sok természetes szülést úgy végignézni, ahol a pár a saját stílusában működhetett, és hogy egyáltalán nem mellékszereplő, vagy kísérő, vagy ilyen segéd erő az apa, vagy a férfi, vagy nem kéne az legyen, hanem az egész folyamat a párkapcsolatnak egy abszolút kiteljesedését adja, vagy adhatná. Vagy hát ezekben az esetekben az én benyomásom szerint adta is. És ez azon túl, hogy nyilván kellemesebb élmény az az X óra, szerintem ennél jóval tágabb jelentőséggel bír, nevezetesen, hogyha abba egy picit belegondolunk most így az evolúció léptékeit egy-két percbe belesűrítve, hogy elindult néhány millió évvel ezelőtt az evolúció abba az irányba, hogy egyre nagyobb agy kerüljön abba az utódba, és ahogy haladunk az ember felé, egy csomó mindent beáldoz az evolúció, rágórendszert, egyáltalán állkapcsot, stb., hogy nagy agya legyen az utódnak. Minden más a arányaiban is, funkciójában, meg különösképpen elnagyoltá válik, mert erre jár a csúcsra az evolúció. Na most ez azzal jár, hogy az időre született egészséges gyerek is igazából koraszülött, még legalább 9 hónapig bent kéne lennie a mama pocakjában, de akkor ugye már végképp nem fér neki. Tehát előállt egy olyan helyzet, hogy az újszülöttet 0-24-ben el kell látni. Erre az anyát gondolta ki a természet, szoros testi közelségben, anyateljes táplálással, stb. Na most akkor így már mindkettejükre ott van az apa, vagy a férj, hogyha az anya oldaláról nézem, aki el kell lássa őket, élelemmel, védelemmel, stb. Ez az evolúciós mintázat. És ez az egész folyamat nyilván nem csak ebből az irányból alakulhatott így, hanem egy sor úgynevezett koevolúciós folyamattal megtűzdelve, tehát azok tudták csak sikerrel venni ezt, akik mondjuk viszonylag stabilan meg is tartották a párkapcsolatukat. Na és akkor így érek el a mához, hogy mennyire nem mindegy, hogy milyen élmény az egész családnak a új tag születése, és ezen belül szorosabban a párkapcsolatnak, és azt a most akkor így halmozott traumatizáltságot, amit adott esetben átélnek, egyáltalán fel tudnak-e dolgozni, vagy esetleg valami elvi esélyt adjunk annak, hogy még abból is lehet építkezni, tehát előbbre tudnak lépni, de ehhez igazán nagy reziliens potenciálok kellenek, amit ők már valahogyan hoznak magukkal, meg olyan szintű önismeret, ami azért nem hiszem, hogy nagyon tág. Magyarán, egyáltalán nem csak arról az X óráról van szó, hogy az jól telik-e vagy sem, az sem mellékes, mert ugye ha egy nyaralásunk nem jól telik, már akkor ütjük az asztalt, hogy hoppá-hoppá, hanem annak, hogy ez milyen élmény a párnak, vagy tágabban a családnak, messzire nyúló következményei vannak, arra nézve, hogy ők hogy fognak ezután működni, nem csak olyan szempontból, az sem mellékes, hogy lesz-e még gyerekük, hanem úgy egyáltalán mennyire lesznek boldogok, mennyire lesznek egészségesek. Mindaz a stressz, mindaz a feszültség, milyen egyéb utakon jön ki, legyen az mentális, testi, vagy bármilyen egyéb valamiféle destrukció. Szóval, hogyha így nézzük, akkor meg végképpen nem mindegy. Tehát egy dolog beengedni az apákat a szülőszobára, ha meg ezt tesszük, akkor leszünk szívesek szakszerűen tenni, és úgy, hogy ennek a következményeivel számolni. És itt szerintem elérünk egy olyan pontra, hogy számomra talán a legelgondolkodtatóbb vonatkozás, hogy nem, egyszerűen nem foglalkoznak a távolhatásokkal azok a szakmák, akik a közvetlen szülés körül dolgoznak. Addig látnak el, hogy hát most lehet, hogy picit leegyszerűsítve a csúnyán mondom, ne legyen per, és egészségesen, nem viccelek, egészségesen távozzon a, tehát épp húsvér értelemben, épp anya, épp gyerek hagyja el az intézményt. Ez
nyilvánvalóan kívánatos, de hogy nem elég. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen élményt visznek, hogy az a gyerek hogy fog felnevelkedni, hogy az a gyerek megkapja ezt az anyai odafordulást, válaszkészséget, ami nagyon-nagyon szorosan összefügg azzal, hogy hogyan szült, és a legtöbb beavatkozás megint csak nem csak azért problémás, hogy azt a folyamatot tévútra viszi, vagy más irányba, hanem főképp az, vagy számomra főképp azért, hogy az utána levő éveket, hanem évtizedeket egyszer más töltettel látja el. És ezzel igazából senki nem foglalkozik, mert már nem az ő asztala, már nem őt fogják beperelni. Adott esetben a legtöbb országban egyébként nincs is olyan adatbázis, ahol ugyanazt az Excel tábla sort találjuk a gyerek születésének az adataival, aztán a későbbi fejlődésének, pláne társas fejlődésének, pláne azoknak a finomabb dolgoknak a kérdéseivel, hogy milyen lesz a finom motorikája, milyen lesz a szemkészkodni, milyen lesz a figyelemterjedelme. Szóval ezek mind olyanok, ami az ő későbbi boldogulását nagyon komolyan befolyásolja. És ez mind összefügg azzal, hogy ő milyen gondozást kapott kicsi korában. És ez összefügg azzal, szóval így érnénk vissza. És ezt a folytonosságot hiányolom nagyon. Vagy ha úgy tetszik, akkor távolhatásokkal is kéne foglalkozni. És ugye az apáktól jutottunk ide. Uh-huh. Ott ugyanígy el lehetne ezt mondani, hogy milyen vetülete lesz a párkapcsolatra, adott esetben a válása, akkor ő ott anyagilag, akkor ő ott önbecsülésileg, akkor hogy jönnek a stresszbetes sorolja. Én még itt az életkezdet, amiről tulajdonképpen beszélünk most is, szóval, hogy úgy látom, hogy nem csak magával a szüléssel kezdődik, hanem akár visszakanyarodva a kezdetekhez a fogantatással, ahol már említettétek is, hogy nagyon sokszor ott is egy művi beavatkozás szükséges ahhoz, hogy elkezdődjön. Hogy hol határozhatnánk meg akár etikai szempontból is ezt a határt? Hát más választ adnának valószínűleg 1978-ban erre a kérdésre, akkor született meg Louise Brown, aki az első in vitro fertilizációval fogant gyermek volt. Őneki nemrég született meg a saját gyermeke. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a kérdést lehetetlen megválaszolni annélkül, hogy figyelembe vesszük azt a kontextust, amiben ezt föltesszük. Nincs erre olyan empirikus válasz, amit szerintem sémaként tudnánk állítani itt, meg mondjuk Dél-Szudánban. Tehát ezek mind alapvetően normatív kérdések, és megközelítési módjaink vannak. Én úgy gondolom, hogy a saját szubjektív véleményemet tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogy van egy olyan hipotézis, ami szerint ezeket az asszisztált reprodukciós beavatkozásokat korlátozni szükséges, mert ezáltal a házastársi aktusnak a szentsége elvész, nem tekinthető szeretetteljes odafordulásnak a másik felé azzal, hogy technologizálódik a fogamzásnak a folyamata. Viszont ezeket a kritikákat leginkább szerintem azok fogalmazzák meg, akik nem mentek keresztül, vagy nem figyeltek egészen közel olyan párokat, akik olyan áldozatokat vállalnak azért, hogy gyermeket fogadhassanak a családba biológiai kötelékként. Szóval ennek a hiánya mondatja valószínűleg ezeket a prekoncepciókat. Én úgy gondolom, hogy nyilván szükséges valamifajta határvonalat húzni, hogy meddig engedjük a technológiát, tehát van ez a fogalom, hogy designer baby, az etikában ez egy, hát megint csak egy olyan spektrum fogalom, amiben beletartozhat egyes nézőpontok szerint már az is, hogy mondjuk preimplantációs szelekciót végzünk egy nemhez kötötten öröklődő betegség miatt, és csak a fiú, csak a lány embriókat ültetjük vissza. Van, aki már ezt is egy túlkapásnak érzékeli, de van, aki szerint még az is belefér, hogy akár fenotipikus tulajdonságokra szűrjük ezeket a leendő utódokat. Itt azért nyilván, amit fontos szem előtt tartani, hogy ténylegesen megvan a veszélye egy ilyen csúszós lejtőnek, hogy megengedünk egy a társadalom szerint elfogadható szelekciós kritériumot, és az hát így felpuhul, és olyanokat is beenged, amit mondjuk egy 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tartottunk. Viszont be kell látni azt, hogy 1978 óta az akkor megjósolt klónháborúk nem váltották be a hozzáfűzött reményeiket, tehát hogy nem fajult el úgy az asszisztált reprodukciós medicina, ahogy mondjuk azt a Huxley-nak a
műveiben láthattuk, vagy különféle science fiction irodalomban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez megfelelő keretek között van, és alapvetően mégis megmarad az az intenciónk, hogy ha csak lehet, egy alapvetően jutalmazó körre és a szépségre, az élvezetre felhúzott folyamatot ne rakjunk be a klinikai környezetbe. Tehát az emberek természetes úton fognak valószínűleg gyermeket vállalni, de kétségkívül lehet látni azt a folyamatot, ha már medikalizáció, amiben megjelenik az a koncepció, hogy az anyának a teste egészen a kezdetektől fogva egy átvilágított és transzparens testé válik, és leginkább a technológia azt hozza magával, hogy veszélybe kerül az anyának ez az autenticitás érzete, ez a fajta kontroll érzete, hogy valójában az ő fizikai, érzelmi viszonyulásait jóval megelőzőleg is akár az orvosnak a perspektívája lesz az, ami legitimál egy terhességet, ugye pozitív terhesség megállapítás, az már nem az anya érzetei alapján történik, hanem akár egy laborlelet alapján is lehet erre következtetni. Tehát én úgy gondolom, hogy arra kell figyelni, hogy az anya, mint ténylegesen aktív ágens, függetlenül a technológia fejlődésétől megmaradhasson. Nem szabad egyfajta ilyen szubstancia vesztet, olyanfajta magányosságba rakni őt, hogy körülveszik emberek, de ezek az emberek tudásbélileg, episztemikusan jóval fölötte állnak, és ez a fajta aránytalanság őt egy ilyen elfogadó passzivitással ruházza föl, ezt kell megakadályozni. Ha már élet kezdett, és akkor az élet lefolyása, akkor egy kicsit át is térnék arra, hogy nem csak egy társadalmi diskurzusban vagyunk benne, vagy a szülés nem csak egy társadalmi folyamatként tekintjük, hiszen már életeseményből teljesen átkerültünk a társadalomnak a területére, hanem valahol valamilyen szinten egy politikai diskurzussá is vált. Egy nagyon nehéz kérdést behoznék, ami pedig az abortusznak a kérdésköre, a szívhangrendeletet is szeretnék bevezetni, hogy azt hogyan látjátok, hogy ez milyen etikai aggályokat vet fel akár egy olyan nőnek a tekintetéből, aki bármilyen életbeli, életeseménybeli, akár egészségügyi, akár etikai dilemmákból fakadóan terhesség megszakítást tervez. Hát ezt a szívhangrendeletnek nevezett rendeletet ezt be is vezették, tehát ez már egy élő gyakorlat. Ugyanakkor nagyon aggályosnak tartom sok szempontból, de kezdjük a pozitív aspektusát ennek. Tehát amivel egyet lehet szerintem érteni, hogy az árnyalt döntésnek az elősegítése az mindenképpen egy ösztársadalmi és szűkre szabottan szakmai feladat is. Pozitív üzenete ennek, hogy valóban figyelmet kell szentelni annak, hogy a krízist átélő kérelmező, illetve tágabban mondjuk az a pár, aki mondjuk ebben részt vesz, optimális esetben ugye nincs magára hagyva az a személy, aki a kérelmezőként ezt felveti, hogy ők ténylegesen egy tájékozott döntést tudjanak hozni. Viszont ismert egy stratégia, amivel ez elkerülhető, és ez megközelítőleg sem esik egybe az abortusznak a szituációjával, tehát megint csak elveszítjük a lehetőségét egy szakmailag helyes diskurzusnak, hogyha ilyen tűzoltást próbálunk végezni népesedéspolitikai vagy egyéb megfontolásokból, hogy az abortusz szituációjában próbálunk árnyalt döntést hát így elősegíteni a kérelmező irányába. Tehát itt amivel ténylegesen tudjuk csökkenteni a nem kívánt terhességnek a számát, az nyilván olyan fogamzásgátlás, szexuáledukáció, és nem látom, hogy párban ennek a finanszírozási feltételei megváltoztak volna, vagy éppen az egészségnevelői munkakör olyan irányba változott volna a szakmának megbecsültségét is beleértve, ami ténylegesen protektív tényező lehet, vagy például az ezt megelőző, egészen amikor az általános iskolás korra visszamenőleg, tehát hogy a szexuális felvilágosításnak a hiányosságait pótolnák paralel a szívhangrendelet bevezetésével. Másik problémám az, hogy a rendeletnek nem ez a neve. A szívhang, mint olyan egyébként nem is szerepel ebben a rendeleti szövegezésben. Az életjelenségre utaló tényező azonosítására szólítja föl a szülésznőgyógyász, vagy a szonográfust. És ezt hát megint csak anekdotikusan tudom elmondani, hogy több szülésznőgyógyászsal egyeztetve ezt ők nem úgy értelmezik, hogy szükségszerű lenne például a szívhang megmutatása vagy lejátszása a kérelmezőnek, hanem akár egy ultrahangkép megmutatásával, vagy valamilyen
más módon. Hallottam például egy olyan alternatívát, hogy például mivel az orvosa az információ birtokosa, az ő elmondása azt tulajdonképpen kielégíti ezt a követelményt, hogy egyértelműen és azonosítható módon a várandósnak a tudtára hozta azt, hogy igen, pozitív terhesség esete áll fenn, de nem igazán találkoztam olyan esettel, amikor valaki ragaszkodott volna a szívhang megmutatásához. De ilyen is van. Ugyanis a Magyar Orvosi Kamarának volt egy Agora elnevezésű beszélgetése a rendelet bevezetési évek idején, és voltak védőnők, akik elmondták, hogy tudomásuk van olyan esetről, amikor még nem volt bemutatható a szívhang, és ennek a hiányában visszahívta az érintett várandóst, hogy le tudja később játszani neki ezt a szívhangot, kielégítve ezzel ezt a feltételt. Ugye magzati szívhang bemutatására kötelez elvileg ez a rendelet, viszont magzati szívhangról csak a 12. hét után tudnánk beszélni, tehát aki ezt a rendeletet szövegezte, valószínűleg nem rendelkezik tudományos alapokkal, ugyanis ez ellehetetlenítené a művi terhesség megszakítást, hiszen az Magyarországon a 12. hétig legális. Tehát ezelőtt embrionális fejlődésről beszélünk, embrionális szívhangpulzációt lehetne bemutatni, ami, hogyha egyébként azt az igényt próbálja kielégíteni, hogy kevesebb mondjuk terhesség megszakítás legyen, akkor sem tekinthető jó eszköznek, ugyanis vannak olyan szakirodalmi adatok, miszerint a Doppler ultrahang ilyen kezdeti terhesség esetén akár mondjuk spontán vetélést előidézhet, tehát nem tekinthető egy konszenzuálisan biztonságos eljárásnak. Tehát én nagyon úgy érzem, hogy a jogalkotói akarat, még ha pozitív is, de a megfelelő eszközválasztás az empirikusan nem igazolható. És akkor itt még engedjetek meg egy másik nagy kérdést, ami pedig arra vonatkozik, hogy az abortusz során végül is mégiscsak egy, nem mondhatjuk még azt, hogy egy személynek az abortálására kerül sor, tehát még a 12. hétig egy ilyen embrióképződményként, ha jól tudom, a jogszabályának tekinti a megtermékenyített petesejtet, és a 12. héttől pedig már magzatként hivatkoznak rá. És itt most nem csak az abortuszok a kérdéskörét, még kitágítanám a vetélésekre, illetve a halva szűrésekre is. És itt megjegyezném, hogy én két középidős vetélést éltem át, és egy nagy problémának látom, egy kicsit szeretném ezt kihangosítani, illetve ennek általam hangot adni, hogy ezek a magzatok, ezek a gyermekek és az embriók az egészségügy során valahogy eltűnnek a rendszerben. És hogy ezt ti hogyan látjátok a saját területeteken, hogy az egészségügy az mégis hogyan áll hozzá ez a kérdés, ez lehet-e egyáltalán a vetéléseket és az abortuszt átesett nőket abban is segíteni, hogy ezt valahogy kicsit láthatóbbá tegyük őket a társadalom számára, vagy egyáltalán, hogy ezek az elveszített magzatok, ezek a gyermekek ne csak egy ilyen orvosi adat legyenek a rendszerben, hanem egyáltalán meg lehessen őket jeleníteni, és akár egy tisztességes búcsúzási folyamaton részt venni, akár ezen az átesett nőknek és a pároknak is egyaránt. Tehát itt az, amit a kérdésben megfogalmaztál, hogy a személyes létnek a kezdetét, azt a magzati kor kezdetével azonosítjuk, ez is csak egy narratíva. Tehát ebben a kérdésben egészen biztos, hogy soha nem fogunk értéksemlegesen tudni megnyilvánulni. Tehát ez nem egy tudományos kérdés, ez egy erkölcsi kérdés. És teljesen legitim azt gondolni, nem alacsonyabb rendű érv, vagy magasabb, hogy mondjuk a fogamzással, annak a folyamatának egészen a kezdetétől mondjuk olyan szintű morális státuszt tulajdonítunk a fejlődő humán embriónak. Ez se nem gyengébb, se nem erősebb egy olyan érvel összehasonlítva, vagy olyan narratívával, ami meg mondjuk a kortikális agyműködés kezdetétől, tehát mondjuk inkább a középidős várandóságoktól tulajdonít ilyen hasonló erkölcsi értéket. Tehát ez egészen biztos, hogy ettől független, mint ahogy egyébként a traumatizáció mértéke is nyilván ennek a viszonyában értelmezhető. Tehát én úgy gondolom, hogy egy mondjuk liberálisabb értékrend szerinti személyes lét tulajdonító személy vélhetően a megküzdését tekintve előnyösebb helyzetben van azzal, aki a kezdetektől fogva gyermekéként mindenfajta pszichoszociális státusszal és erkölcsi státusszal felruházza a szedercsíra állapotban lévő várandóságát.
A perinatális veszteségekhez való viszony, vagy azok kísérése, hát finoman szólva nem elegáns, talán ez a szándékosan nem ideillő szó, amit használok, mert hogy hogyha a pozitív folyamatoknál is ennyi problémát azonosítottunk, akkor képzelhető, hogy mennyire nincs a helyén az, amikor egy család olyan szinten van az elvárthoz képest egy egészen más úton, hogy saját maguk is teljesen talajt vesztettek, és sokkal-sokkal nagyobb támogatásra szorulnának. És ezt hát nyilván lehet mondani, mert ez így is van, hogy egy pszichológus mintavétele torz, mert minket azok keresnek és találnak meg, akik ezekben a folyamatokban komoly nehézségeket éltek át. De hát ebből azért lehet gondolni, hogy aki úgy kommunikál, vagy annyira nem, tehát elemi dolgokra nem figyel, vagy nem tud figyelni az egészségügy, hogy úgy legyen elhelyezve az az anya, hogy ne egy egészséges gyerekét szoptató mellett legyen, és így tovább. Tehát ezek brutális élményeket okozhatnak, amikre nem feltétlen lenne szükség, sőt, tovább megyek, egy ilyen veszteséget megértő és támogató módon kísérve sokkal valószínűbb az úgynevezett poszttraumatikus növekedés élmény, különösképpen, hogyha igaz az, amit szoktunk emlegetni, hogy ez a reproduktív folyamat nem lehet 100%-os. Tehát törvényszerű, hogy vannak benne veszteségek, koraiak, középidősek, későiek, vagy már megszületett gyereknek az elvesztése, tehát sokkal jobban fel kellene készülni és készíteni a szakembereket arra, hogy ezekből a helyzetekből nem meneküljenek ki, rendszerint azért, mert maguk is rosszul érzik magukat, főleg a tehetetlenség, vagy nem tud viszonyulni hozzá, és ezzel csak tetézi a bajt, mert éppen egy olyan állapotban, amikor az átlagosnál is nagyobb támogatásra lenne szüksége, magára marad az asszony vagy a pár. Itt olyan egészen egyszerű dolgoktól is elindulhatunk, hogy mit tud arról, vagy hogy tudja azt közvetíteni, hogy érdemes-e elbúcsúzni attól a kisbabától. A mostani tudásunk szerint igen, de az nagyon-nagyon nem mindegy, hogy az milyen közegben, környezetben, emberi hangulatban történik. Aztán, hogy utána milyen, hát mondjuk így, hogy kézzelfogható nyoma marad a családtörténetben annak az elvesztett családtagnak, szándékosan hívom így, van-e egy tenyérlenyomat, van-e egy sírhely, van-e valami olyan, ami konkrét kézzelfogható valójában, vagy a vele való találkozás esélyével tudatja mindenkivel, hogy ő tagja volt ennek a családnak, még a nagyon rövid ideig is. Ez megint olyan távoli kérdés, amit általában az egészségügy bánja is kategória, hogy az a gyerek, aki mondjuk egy veszteség vagy kettő után megszületik, hogy számolja el magában, hogy ő nem az első gyerek. Ez látszólag mindegy, de valójában nem mindegy, és egy csomó folyamatban, hát tüskeként ott szerepelhet egy ilyen értelemben fel nem dolgozott, ki nem beszélt, tabusított történet, mert ahogy a társadalom nehezen foglalkozik ezzel, a legtöbb család is nehezen foglalkozik ezzel. Egyébként szerintem, ha valahol itt a családoknak sokkal több lehetősége van valamilyen méltó módon őrizni annak az emlékét, aki nem élő formában maradt a családtagja. De hát ezt nyilván nagyon-nagyon segítené, hogyha az egészségügy is méltó módon bánna vele. Azt szeretném kérdezni, hogy látunk-e pozitív irányokat? Lehet, hogy nincsen időnk ezt kifejteni, de hogy azért mégis nekünk volt terhességünk 20 évvel ezelőtt, volt terhesség 10 évvel ezelőtt is, vagy az adásra készülve olvasgattam utána, hogy most nagyjából mi a jellemző, látom a változást, az a kérdés, hogy a szakemberek látják-e a változást, mert nem is olyan mértékű, mint amennyi ilyen mértékűben pozitívnak kell lennie, de hogy van-e? Hát mindenképp kell legyen, különben én virágkötő lennék, Gergő, nem tudom, de mi, de hogy szóval, hogyha utána, igen. Tehát, hogyha ha nem hinnénk abban, hogy értelme van ezekről gondolkodni, eszmét cserélni, ismereteket
tudást, empirikus adatokat terjeszteni, akkor nyilván nem csinálnánk. Független attól, hogy azt az illúziót sajnos el kell engedni, mert én ezt úgy képzeltem még a pályám kezdetén, hogy ezek nagyon világos dolgok, hogy ezt így pikpak, csak el kell mondani, mindenki belátja, és ehhez fog igazodni a világ. Na most ezt azért úgy el kellett engednem most már, hogy ez valószínűleg az én életemben már nem lesz rendesen, általánosan rendben, de azért vannak pozitívumok, mondjuk ami nekem így eszembe jut, hogy vannak most már olyan csapatok, mondjam így, ahol valahogy jól konvergáltak, jól támogatták egymást azok a bizonyos már szakirodalmat olvasó, már más szemléletű, esetleg külföldön természetes szüléseket is megtapasztaló kollégák, akik elkezdenek olyan műhelyeket kialakítani, amit esetleg egy nyitottabb vezető befogad. Ezek szerintem nagyon fontos szigetek vagy sejtek. A másik, amit fontosnak találok, bár muszáj vagyok ide tenni, hogy nem fenékig tejfel, hogy létezik abszolút legális körülmények között és jól működő születésház, tehát intézeten kívüli szüléseket kísérő intézmény, viszont ez is pénzes. Tehát számomra felfoghatatlan módon a társadalombiztosítás nem téríti azt, ami ugyanúgy egy élő mai magyar gyereket hoz a világra, vagy akár többet, mondjuk többet nem, mert ikertelenségnél nem lehet, de hogy az adott családnál egyet, mint amit egy intézményben viszont a társadalombiztosítás keretében tehetne meg, de most pozitívumokat kérdeztem, úgyhogy hát ez. És amit még szintén ide tennék, az a, hát mondjuk így, hogy a mindig nehéz, nem szedtem ezt az alulról jövő, de hogy az alulról jövő, akik valójában az egész folyamat koronája, a családok, az asszonyok szemlélete, tudása egyre nyitottabb, megmerem kockáztatni, hogy sokuk sokkal többet tud mondjuk az én szívszerelem témámról, az oxitocinról, mint sok szakember, mert hogy olvasnak, mert hogy videókat látnak, mert hogy nemzetközi kitekintésben vannak, és én azt gondolom, hogy ez egyszer csak muszáj már, hogy egy olyan mennyiségű igényt fogalmazzon meg, vagy képviseljen, ami átcsap abban, hogy kivívja magának azt a szintű ellátást, ami vállalható. Én két példát említenék, a hármat. Hogyha már így az alulról jövő, vagy inkább a társadalomban szerveződő civilség, mint olyan jelenik meg, tehát nagyon sok olyan egyébként a nemzetközi szülészeti nőgyógyászati guideline-okat ismerő, és egyébként a tudását tekintve tényleg kimagasló közösség van, ami a nőket, családokat meg tudja szólítani. Szerintem ebben a tekintetben a közösségi média pont egy hatékony eszköz erre. Ott van például a Más állapotot a szülészetben mozgalom, ami évek óta, nem is tudom, hogy mióta létezik a közösség, de hogy nagyon hatékony munkát végez annak érdekében, hogy ez a humanisztikus szülészeti reform ez megtörténjen. Én úgy veszem észre, hogy az érdekérvényesítő erejük is egyre kifejezettebb. Ez egyik, tehát hogy ez a fajta civil szerveződés, ez úgy gondolom, hogy kiemelendő. A másik, amiről nem volt itt lehetőség beszélni, hogy ugye a hálapénz kivezetésével, illetve a választott orvosnak a gyakorlatával szembe menő rendszerben egyre nagyobb helyet kap az a kényszer, ha lehet így fogalmazni, vagy lehetőség, inkább átkeretezném, hogy előre egy pár, vagy a várandós átgondolja azt, hogy mik azok az igények, amik a vajudás szülés során őneki fontosak. Szüléstervet. Ez a szülési terv, igen, igen. Tehát egy ilyen előzetes nyilatkozatot tud önmagának, illetve az egészségügyi ellátó személyzet irányába megfogalmazni. És ennek a fogadtatása egyébként abban a környezetben, ahonnan jövök, tehát például Szeged vonatkozásában úgy hallom, hogy jó, tehát hogy a szülésznők kifejezetten örülnek annak, hogyha úgy érkezik oda egy személy, a várandós vagy a család, hogy van valami fajta értékpreferenciája, ami realisztikusan körvonalazza az, hogy ő milyen szülésre tartana igényt. A harmadik dolog, amit kiemelnék, az az, hogy legalábbis az én területemen, tehát a bioetikán belül, vagy klinikai etikán belül, kivétel nélkül mind a négy orvosképző helyen vannak olyan kollégák, akik indítanak olyan kötelezően választható tantárgyat, amire sorozatos túljelentkezés van,
illetve a kötelező modulban is belekerülhet a perinatális tudományoknak a megjelenítése. Nálunk is a hallgatók kötelezően találkoznak például dúlával, aki azt a fajta humanisztikus szülészeti szemléletet közvetíti, amivel hát a gyakorlatokon azért az országban kevéssé találkoznak, illetve nőgyógyász szakorvosokat is meg tudunk szólítani, akik legitimálják azokat a narratívákat, amiket mondjuk a dúla előzetesen eléjük tárt. Tehát, hogy egy teamben láthatóvá válik az, hogy ez nem csak egy elméleti érdekesség, és nem csak Hollandiában lehet fontos, hanem ez Magyarországon is van tere. Köszönjük szépen, ez volt a végszó. Köszönjük szépen. Az epizód az első pesti egyetemi rádiótechnikai támogatásával készült.